Ebben a néhány videóban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy mit mond az írás a fej befedéséről, és milyen fejviseleteket láthatunk, mint férfiaknál, mint nőknél. Még annyit hozzátennék, hogy nem azt mondom, hogy el kell fogadnia mindenkinek ezt, amit itt hallani fog. Én csak azt mondom, hogy ez az, amit én találtam ezzel kapcsolatban. Aztán mindenki eldönti, hogy milyen következtetéseket von le ezekből, illetve, hogy aztán milyen változtatásokat hajt végre az életében, vagy nem hajt végre. Azt sem mondom, hogy ez az üdvösség kérdése, hogy ki mit visel a fején, vagy hogy, vagy mikor. Én csak azt mondom, hogy azok, akik szeretnék járni ezt az utat, és közelebb kerülni ahhoz az úthoz, melyet az Atya kijelölt számunkra, azoknak ez tanulságos lehet. Ebben a részben meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit megtudhatunk az írásokból, a női fejviseletről, az ahhoz kapcsolódó tradíciókról, és hogyan segítheti ez a mindennapokban azokat, akik a teremtő útját választották, és azt szeretnék járni. Ebben az utolsó részben azt fogjuk megvizsgálni, hogy mit ír az írás, illetve mit találunk az írásokban azzal kapcsolatban, hogy a nőkre milyen szabályok vonatkozhatnak a fejfedést, illetve a haj betakarását, vagy a fej elfedését illetően. Itt csak néhány azok közül, a tradicionális viseletek közül, melyet elkezdve ugye egészen az emistől, a zoroastrianig, mindenféle vallás képviselteti magát, és csak azt akartam ezzel megmutatni, hogy a nők hajának elfedése egyáltalán nem újdonság a világon, sőt, meg fogjuk látni azt is, hogy a történelem során ez sokkal inkább jellemző volt, mint az, ami ma történik. Hogy gyakorlatilag egy ilyen divat háború alakul ki a nők között, hogy kinek szebb a haja, kinek hosszabb, színesebb, ilyenebb vagy olyanabb. És mint mindig, ez kellene, hogy egy jel legyen azok számára, akik az írást követik. Amit a világ csinál, annak mindig az ellenkezője az, amit nekünk tennünk kellene. És tudom, hogy ez egy rövid videó ahhoz képest, amit ki lehetne hozni ebből, azonban már ez az ötödik rész, úgyhogy mindenki le tudja vonni magának a következtetéseket, aki akarja. Én 1 Korintusi 11:10-et olvasnám fel. Ezért kell az asszonynak hatalmi viselni a fején, az angyalok miatt, ugye a jel, az egy hozzáadott kifejezés, de a lényeg az, hogy az angyalok miatt kell az asszonynak ezt a fején viselni. Ha megnézzük a másik fordításokat, ezért szükséges, hogy az asszony takarja be a fejét valamivel, és így jelezze, hogy valakinek a hatalma védelme alatt áll. Ez szükséges az angyalok miatt is. Korintusi 10, ugye ez egy jegyzet, szó szerint a nő feje legyen fennhatóság alatt, hogy gondoskodjon róla, hogy az embereket ne vezesse félre azzal, hogy feje fedetlen. Akinek nem volt befedve a feje, az hajadon. Ezért van az a kifejezés, hogy hajadon, illetve az, hogy befedik a fejét. Nézzük meg az új fordítást. Ezért kötelesség az asszonynak, hogy méltóságának jelét viselje a fején az angyalok miatt is. Két dolog van, amiről beszél. Az egyik az, hogy jelezze a többi embernek, hogy ő neki van férje, és valaki már befette a fejét, a másik viszont egy spirituális ok, ami ugye az angyalok miatt van. Ezt megvilágítja 1 Mózes vagy Bereshit 6:1-2 sokkal jobban. Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének, ugye az emberek sokasodtak és lányaik születtek, és látták az Elohimnek fiai, az emberek lányait, hogy szépek azok, és vevének maguknak feleségeket, mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. Ez egy nagyobb elemzést kívánna, de az Elohimnek fiai, Banaha Elohim, ugyanaz a kifejezés, melyet többek között olvashatunk Jób 1-es fejezetben, illetve Jób 2-es fejezetben, mikor az Elohim fiai összegyülekeztek, hogy énekeljenek Elohimnek, ezek az angyalokat jelenti. Nézzen utána mindenki, de az a Noé idejében című videósorozat az erről szól. Az ő bukásokat ugyanaz a bujaság okozta, ami a legtöbb emberét okozza ma. A bujaság és a büszkeség az a két probléma, mely az egész emberiséget elpusztítja. Ez volt akkor, aminek az angyalok maguk nem voltak képesek ellenállni. Ugyanez a probléma az emberekkel is.
Erre figyelmeztet első Timóteushoz írt levelének második fejezetében Saul a 9-től a 10. versig. Hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel, mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal, vagy arannyal, vagy gyöngyökkel, vagy drága öltözékkel, hanem amint illik, igaz félelmet való asszonyokhoz jó cselekedetekkel. Ugyanez a helyzet, amire felhívja a figyelmet Saul itt is, pontosan az, amit megmutattam az előbb a képen. Az, ami ma történik, hogy az emberek gyakorlatilag divatbemutatót tartanak, akkor is, ha lemennek a boltba, ez az, amit el akart kerülni, hogy ez legyen. Ez egyáltalán nem fér össze azzal a szellemiséggel, amelyikben a nőknek járniuk kéne. Ugyanúgy, ahogyan a férfiaknak járniuk kéne. Ez érvényes a férfire, ugyanúgy, ahogy a nőre. Péter, vagyis Kefa első levelében a 3. fejezetben így ír. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének az ígének a férjek közül, a feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Azaz látván a jó példát, azok is megtérjenek az útra. Szemlélvén a ti félelemben való fedhetetlen életeteket, azaz a cselekedeteiteket. Ennek az egyik része az, amiről most fog írni, akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranyok felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses Elohim előtt, mert így ékesítették magukat hajdanom a szent asszonyok is, akik Elohimben reménykedtek engedelmeskedvén az ő férjöknek. Pontosan az, ami ma történik, annak az ellenkezője. Az egyik része az, amit mutattam. Az állandó divat bemutató tulajdonképpen a 3 évestől a 70 évesig, ami jellemző a világra. Ez az egyik probléma. A másik pedig, amit észre kellene venni, ez a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával. És persze ez nem a téma most, de a feminizmus és ez a női harc, meg az egyedülálló nő, az ugyanannyit érek, stb. Ez ugyanolyan ostoba mozgalom, mint ahogy a divat. Pontosan ugyanez a helyzet ezzel. Erre figyelmeztet minket nem csak Saul vagy Pál, hanem erre figyelmeztet minket Kefa Péter szintén. Itt van a híres első korintusi 11-es fejezet, melyről ugye már szó volt a korábbi versekben, most csak a nőre szeretnék koncentrálni. Öt, minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíretett volna. Azaz magyarul kopasz lenne, vagy nagyon rövid hajú. Erről beszél itt. A nőnek be kell fedni a fejét, amikor imádkozik, vagy pedig profétál. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, nyiretkezzék meg, azaz vágja le a haját rövidre. Hogyha pedig égtelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni a fejét, fedezze be az ő fejét. Vagy ez, vagy az. És szerintem teljesen egyértelművé teszi. De meg fogunk nézni erre még más példákat is az írásokból. A következő, most csak gyorsan felolvasom, de ezt már megbeszéltük a korábbi részekben, ezt a néhány verset, mert a férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, ugye ez a katakalipto, az a fátyolról van szó, mivel ő Elohimnek képe és dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége, nem a férfi van az asszonyból, hanem az asszony a férfiból, mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem az asszony a férfiúért, ezekről szó volt. Ezért kell az asszonynak hatalmi jelet viselni a fején, az angyalok miatt megbeszéltük, és mindazáltal sem a férfi nincs asszony nélkül, sem az asszony férfi nélkül Adonájban vagy Jahuában. Ugye erről volt szó. Következő, mert amiképpen az asszony a férfiúban van, azonképpen a férfi is az asszony által, az egész pedig Elohimtől. A kettő egy egységet alkot, erről volt szó. 13-as, ami érdekes, magatokban ítéljétek meg, illendő dologé asszonynak fedetlen fővel imádni Elohimet. Nyilván nem, hiszen elmondta világosan. Nem illendő, sőt, jobb, hogyha megborotválja a fejét, vagy lenyírja a haját, mint hogy fedetlen fővel imádkozzon. Persze lehet vitatkozni a szövegkörnyezeten, az eredeti jelentéseken, de úgy gondolom, hogy a versekből egyértelműen kiderült és ki fog derülni, hogy mi az, amire utal. Maga a természet is nem arra tanít titeket, hogyha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki, azaz a hosszú haj a férfinél nem elfogadható.
Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki, mert a haj fátyolgyaránt adatott néki. Azaz a nőnek az ékesség, hogyha nagy a haja, ezért kell eltakarnia. Nem arról beszél, hogy az fátyol lesz, és azt elfogadja úgy, mint fátyol, hanem fátyol, attól függetlenül el kell takarnia a haját. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Elohim gyülekezeteinek. Érthető? Bármennyire is csábító az, amit a világ csinál, ez nem helyén való, és ez elfogadhatatlan. Ez a szellemiség elfogadhatatlan a teremtő számára. A probléma nem az feltétlenül, hogy mindenki más bűnbe csábít az ember, hanem az, hogy ez a szellemiség nem fér meg azzal a Ruach HaKodesszel, a Szent Szellemmel, ami az atyától jön ki. Az nem fog egy ilyen templomban élni, amelyik azzal foglalkozik, hogy milyen haja van, vagy milyen sminket visel, vagy milyen ruhát visel. Nem arról van szó, hogy úgy kell az utcára menni, mint egy koldus, de az, ami ma történik, az teljes mértékben elfogadhatatlan. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen sem Elohim gyülekezeteinek. Ez nem az, amiről az út szól. Egy érdekes utalást találhatunk a fej befedésére, ez Bereshit 24:63-65. Az az 1 Mózes 24:63-65. És ki minden Jicák vagy Izsák este felé elmélkedni a mezőre, és felemeli szemét, és látá, hogy ímé tevék jönnek. Rebeka ismét felemeli szemét, és meglátá Jicákot, és leszáll a tevéről. És mondta a szolgának, kicsoda az a férfiú, aki a mezőn előnkbe jön? A jó szolga pedig mondta, az Adonai. Akkor fogta a fátyot, és elfedezi magát, Rebeka. Azaz elfátyolozta magát, letakarta a fejét, hiszen látta, hogy érkezik a férje. A kifejezés, amikor azt mondja, hogy elfedezi, ez a héber szó kasá, vagy kasá, mely annyit tesz, hogy valamit beborítani, vagy elrejteni. De legtöbbször, 135-ször azt jelenti, hogy beborítani valamit, elsődleges használata beborítani, elrejteni, vagy elbújtatni valamit. A Strong's definíciója ugyanez a szónak, az pedig az, hogy valamit beborítani, vagy pedig elfedezni, és a Gesenius Héber Káldeusi lexikon szintén ezt mondja, hogy elfedezni, vagy pedig befedni valamit. A másik kifejezés a fátyol, a szájif, mely háromszor szerepel mindössze, és azt jelenti, hogy fátyol, vagy az a vagy egy borítás, amit a nők használnak, ezzel megegyezik a Strong definíció, illetve a Gesenius Héber Káldeusi lexikon is, ami egy fájtlat jelent. Én nem azt akarom mondani, hogy minden nőnek el kell fátyolozni a fejét, vagy úgy kell járnia, vagy nem tudom én mit. Én csak azt szeretném, hogy mindenki lássa, hogy mit mond az írás erről a témakörről, meg fogjuk nézni, hogy mi volt a tradíció, vagy a hagyomány, amit lehet tudni erről az időszakról, aztán pedig mindenki eldönti magának, hogy ő mi az, amit csinálni szeretne, vagy hogyan szeretne viselkedni. Én nem ítéletet mondok minden egyes alkalommal, amikor egy-egy ilyen videó elkészül. Tudjuk nagyon jó, hogy az ítéletet majd az a szó fogja mondani a végén. Úgyhogy mindenki el tudja dönteni magának, hogy mi az, amit szerinte ez az egész jelent, hogyan kellene viselkednie, és hogyan akarja ő járni ezt az utat. A másik hely, ahol szerepel ugyanez a fátyol, illetve ugyanez a kifejezés, hogy Saif, az Bereshit 38:13-30, ami ugye Támár és Jehuda, vagy Júda története, Hírul Adák pedig a 13-as versben Támárnak mondván, íme a te ipád, azaz az aposod, Timnába megy juhainak nyírésére. Leveti azért magáról az özvegyi ruháját, és elfátyolozá és beburkolá magát, ugyanaz a kifejezés, amit láthattunk Rebeka esetén, és leüle Enaim kapujába, mely Timnába vezető úton van, mert látja valahogy felnevekedik Séla, és mégsem adták őt feleségül. Meglátá pedig őt Jehuda, és tisztátalan személynek gondolá, mivel hogy befedezte vala orcáját. Ebben az esetben ugye a befedezése, illetve az elfátyolozás tisztátalan személynek a jele, és nem akarok spekulálni, hogy miért lehetett ez, de hogyha valaki kíváncsi a véleményemre, valószínűleg azért egyrészt ugye a
a fátyol, illetve a ruházatból kiderülhetett ez, másrészt az, hogy egyedül volt a nő. És valószínűleg ez volt a jele annak, hogy egy tisztátalan személy, hiszen tudjuk, hogy ezután ugye ők fizikális kapcsolatba lépnek, és abból születnek gyermekei a Judának, Tamártól, és ugye gyakorlatilag egy prostituáltnak gondolta. Szóval valószínűleg a ruházat, illetve a helyzet, hogy egyedül volt és elfátyolozta az arcát, ez volt az oka annak, hogy ez a tisztátalan személynek a jele. Sokkal egyértelműbb történet és szituáció az, amiről Bamidbar 4 Mózes 5.10. 11.31-ben olvashatunk. Ez pedig így szól. Szól azután Jahua Mosénak mondván, szólja Izrael fiainak, és mondd meg nékik, ha elhajol valakinek a felesége, és hűtlenné válik iránta, és hál valaki ővele közösülve, és az ő férje előtt titokban marad ez a dolog, és elrejtetik, hogy ő megfertőztetett. Bizonyság pedig nincs ellene, sem nem kapták rajta, azaz nincs bizonyíték, és nem kapták rajta. Ugye ez az az eset, amikor házasságtörés történik, és nem kapják rajta a nőt, és nincsen bizonyíték erre. De felgerjed a férfiban a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, mivel hogy az megfertőztetett, azaz A. megtörtént az eset, vagy felgerjed ő benne a féltékenység lelke, és féltékenykedik a feleségére, jól lehet az meg nem fertőztetett, azaz B. nem történt meg az eset. Mindkét esetben, azaz ha megtörtént, ha nem, nyilván ők nem tudják, nincs bizonyíték, nem kapták rajta. 15. Akkor vigye a férfi az ő feleségét a paphoz, és vigye el azzal együtt az érette való áldozatot. Egy efa árpalisznek tized részét, ne öntsön arra olajat, ne tegyen arra temjént, mert féltékenységi ételáldozat ez, emlékeztető ételáldozat ez, mely hamisságra emlékeztet. A pap pedig léptesse elő, és állassa őt Jahua elé, ez ugye a nő, és vegyen a pap kodes szent vizet cserépedénybe, és a hajlék pádimentumán levő porból is vegyen a pap, és tegye azt a vízbe, ugye a padlón levő port, és egy pohár vizet, vagy egy cserépedény vizet vesz, és a port beleteszi a vízbe, belekeveri. És állassa a pap az asszonyt Jahua elé, és a fejét mesztelenítse meg az asszonynak, azaz az asszonynak a feje be volt fedve. Nyilván ezért kellett kitakarni. És tegye annak kezére az emlékeztető ételáldozatot, féltékenységi ételáldozat az, és a papnak kezében legyen átokhozó keserű víz. Nem olvasom végig az egész történetet, de aki ismeri, az tudja, aki nem, annak elmondom gyorsan, hogy megesketi a pap, hogy elmondja az igazat, amennyiben nem mondja el, akkor meg kell inni a vizet, és hogyha megtörtént az eset, ha valóban hűtlen volt, akkor a hasa felpuffad, és a lábai is, hát valami a combjával történik, és olyan furcsán fog utána járni, mintha terhes lenne ez a lényeg. Úgy fog járni örökké, ha pedig nem, akkor pedig, ha jól emlékszem, nyilván akkor nem fognak ezek a problémák előfordulni, de itt azt írja, hogy ártatlan és termékeny lészen. Úgyhogy ez a történet röviden. Nézzük meg, mielőtt a hagyományokra rátérünk, hogy mit jelent a szó hajadon. Ez ugye a wikiszótár.hu. Hajadon lányként élő, még eddig nem férjezett nő. Ha valaki elvált asszony, akkor már nem hajadon. A szomszédom hajadon, húga szép lány, ezek ugye a példamondatok rá. Az eredete a középmagyar hajadon fő, fedetlen fej, főkötő nélkül, azaz még nem házas. Akinek nincs befedve a feje, az azt jelenti, hogy még nem házas. Ez a melléknév esetében, úgy használjuk, mint melléknév. Amennyiben főnévként használjuk, látjuk, hogy ugyanezt jelenti lányként élő nő, aki még eddig nem ment férhez. A főnév jelentése mindössze ennyi. Egy lányként élő nő, aki még nem ment férhez. Szerintem egyértelműen mindenki tudja, hogy mi az, amiről szó, amikor azt mondjuk, hogy bekötik a fejét. Ez a Bocskai Rádió egyik cikkje, illetve egy videót, jobban mondva, azonban érdekes, ami ide van írva, nagyszüleink talán még gyakrabban használták, de a mai generációnál már feledésbe kerül az a mondásunk, hogy bekötik a fejét. Azaz egyértelműen mindenki tudja, hogy mit jelent az, hogy bekötik a fejét.
Ha megnézzük az arcanum.hu oldalt, akkor azt látjuk, hogy a beköt igénél valamilyen takaróval, főleg kendővel végeit, sarkait összekötve beburkol, ugye, amikor valamilyen testrészről van szó. Beköti a fejét, stb. Egy idézetet olvashatunk Gelléri Andor Endrétől, Anna gondol valami merészet, s úgy, ahogy megmossa haját, s beköti, akár az igazi menyecske. Azaz, a menyecske az, aki beköti a fejét, hiszen a fej bekötése azonosult azzal, hogy valaki férnél van. Arcanum bekötik a fejét, kifejezés, férhez megy, ott fogjuk megtalálni. A férhez megy kifejezésnél pedig azt olvashatjuk, hogy házasodik, vagy pedig bekötik a fejét. Búcsút mond lányságának, feladja önállóságát, leteszi a pártát, főkötő alá jut. Ez egy érdekes cikk a Vajdaság Ma délvidéki hírportáltól. Használjuk pontosan szólásainkat, közmondásainkat, hogyha megkeressük itt lent, arról olvashatunk, hogy a mi falunkban sok az aglegény, hozatni kellene valahonnan talpra esett lányokat, hogy bekössék a tutyimutyi legények fejét. Ezt írja erre. Megmosolyogtató a mondat, mert a bekötik valakinek a fejét, szólásunk csak lányra mondható, vagyis férhez adnak, vagy feleségül vesznek valakit. A régi társadalomban a lány asszonyá avatása a fejének bekötésével történt. A lányokra a hajadon fejjel járás volt jellemző, innen a hajadon szavunk lány jelentése. Csak is asszonyok jártak bekötött fejjel, és nem későn nősülő nyámnyila legények. Idegen szavak szótára bekötik a fejét, kifejezés, magyarázata férhez megy vagy megházasodik. Egy cikket szeretnék megmutatni BibleResearcher.com újságcikkét, illetve írományát, melyben arról ír, melyel én nagyjából egyetértek, azt kell, hogy mondjam, hogy kevés kétség lehetett afelől, amit Saul tanácsolt a nőknek, mégpedig azt, hogy bármiféle gyülekezetben, imádkozáskor, vagy pedig kevésbé hivatalos helyeken fedjék be a fejüket. A helyzet az, hogy a nők amúgy is befedett fejjel jártak abban az időszakban, amikor Saul ezeket a leveleket írta. Nem igazán arról beszél, hogy valami speciális fejfedő kell, sokkal inkább arról beszél, hogy ilyen vagy olyan módon, de minden nőnek legyen befedve a feje, amikor ezeken a helyeken megjelenik. Különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt, hogy a Yahudim, vagyis az akkori zsidók, illetve Kis-Ázsiában élő legtöbb népben, amúgy is, legtöbb nép körében amúgy is ez volt a gyakorlat, hogy a nők befették a fejüket, valamiféle sálat kötöttek, vagy kendőt a fejük fölé, és ez az, amit hordtak. Én egyetértek azzal is, amit itt ír, és valószínűleg Saul is egyetértett ezzel, hogy teljesen mindegy, hogy milyen módon, csak legyen befedve a nőnek a feje. Szerintem, de majd a végén kitérünk erre inkább talán, hogy mi is igazából a jelentősége, és hogy mi lehet a hasznunk. Ne csak egy szabályt lássunk ebben az egészben, vagy az, hogy még egy dolog, amit tennünk kell, hanem sokkal inkább, hogy közelebb kerülhetünk-e ezáltal az atyához, vagy sem? Mert igazából ez a kérdés. Amennyiben ez közelebb visz valakit, akkor halleluja. Amennyiben valaki nem hisz benne, annak fölösleges csinálja, ugyanúgy, mint bármi mást. Alexandriai Clement nagyszerűen megfogalmazza ezt az egyik írásában, amikor ő ugye az egyik keresztény, úgymond egyházatja, vagy ősi keresztény volt. Természetesen tudjuk, hogy a kereszténység eléggé eltért, nem csak mára, hanem már akkor is az úttól. Azonban még mindig lehetséges, hogy tanuljunk tőlük, hiszen ezek az emberek sokkal közelebb álltak ahhoz az életmódhoz, amit a Mássiák folytatott, ha máshogy nem, de időben, mint mi. Úgyhogy nézzük, hogy mi az, amiről ő beszámol. A férfi és a nő egyaránt szépen felöltözve jelenjen meg a gyülekezetekben, és csendesen, szeretetben, tisztaságban, mind testben, mind szívben, és úgy, hogy készen álljon arra, hogy Elohim elé lépjen. A nők azonban még ennél is tovább menjenek. Ez az, amit ő ír. Legyen teljesen fedett a teste,
ha csak nem otthon van. Ez az öltözködési stílus nagyon fontos, és védi attól, hogy az emberek őt bámulják. Így soha nem fog elbukni, hogyha visszafogottan és az ő fájtlával jelenik meg, vagy közlekedik. Azt mondja, hogy soha nem bukhat el, amennyiben visszafogottan öltözködik, és magánál hordja a sálját. Ugye sál az egy fátyol, vagy pedig egy ilyen kendő tulajdonképpen. Nem csak, hogy ő maga, hanem más sem fog bűnbe ejteni azzal, hogy megmutatja az arcát. Itt arról beszél, hogy az arcát felfedi. Ezek szerint ezek a nők eltakarták az arcukat. Ez a szó kívánsága, hogy a nő el legyen fátyolozva, amikor imádkozik. Tertullianus arról ír, hogy a korabeli fejfedő, illetve a fejviselete a nőknek nem volt elégséges. Olyan értelemben, hogy mint ma is, hogy csak a fejtetőt takarták, összefogták a hajukat, és arra tettek rá egy kendőt, míg ő azt javasolta, hogy a fej, az ugye a fejtetőtől eltart egészen addig, amíg a ruha elkezdődött, azaz a nyak. Szóval ne csak a fejtetőt fedje be, hanem az egész nyakát. Ez lett volna a lényege magának ennek a viseletnek, és a végén megjegyzi azt, hogy az Arábiában élő, ugye azt a szót használja, hogy hedonisták, de gyakorlatilag pogányok azok, akik megítélik ezeket a nőket, hiszen ő nekik is el van takarva a fejük, még az arcuk is, még a pogányok is így jártak. Ugyanő azt írja a korintusiak viseletéről azonban, hogy ők szintén megértették, amiről ő írt, azaz Saul. Valójában a korintusiak a lányokat is, ugye a még férjezetlen, akkor még ugye ez azt jelentett, hogy szűz, a még férjezetlen lányokat is elfátyolozzák, amit az apostol tanított nekik, azt vagy pedig az ő tanítványai elfogadták és jóvá hagyták. Folytatni fogjuk hamarosan azonban egy dolgot mindenkinek meg kell értenie. Az a mozgalom, ami kialakult az iszlám hatására főként, hogy a fej befedése az egy elnyomás jele, az nem véletlen, hogy kialakult a világon. Az, ami történt a nővel, hogy teljes mértékben kifordult magából tulajdonképpen a nők túlnyomó többsége, annak attól függetlenül, hogy nem szeretnék senkit megbántani, de szerintem ezt egyszerű látni a világban, hogy merre haladt el. Nem csak a nő, a férfi is, de mivel most a nőről van szó, beszéljünk arról, hogy teljesen kifordult magából ez a rendszer, amit az atya megalkotott. Az, hogy a férfi vezet, a nő követ. És így teljesen természetesen válik minden nőnek, hogy neki harcolnia kell, hogy ő neki ellen kell állnia, hogy ő ugyanolyan, mint egy férfi, hogy ő mesztelenkedik, hogy teljes erkölcstelenségben él, és a fej befedése az ennek a szimbóluma. Olyan értelemben, hogy az iszlám hatására egyé vált az elnyomással az, hogy a nő befedi a fejét. És ennek semmi köze nincs az iszlámhoz. Ők abszolút, aki irányítja a világot, az ellenség abszolút nem érdekli, hogy mi történik a muszlimokkal. Az egyetlen dolog, ami érdekli őt az, hogy az ember lázadjon a mindenható utasításai ellen, és az ő általa megalkotott rend ellen. Ezért intézi így a dolgokat. Ezért működik a feminizmus, ezért támogatja mind az ENSZ, mind az egész világ tulajdonképpen ezt a mozgalmat, és ezért tévesztette meg a legtöbb nőt. Úgyhogy minden nő, aki harcol, meg Amazonnak képzeli magát, meg akarja váltani a világot, meg azért küzd, hogy ő egyenrangú legyen, meg dolgozhasson, és ne otthon kelljen a gyerekével lenni, meg ezek az ostoba dolgok, az mind tulajdonképpen az ellenség malmára hajtja a vizet, és az atya instrukciói ellen lázad. Ezt csak hozzá akartam tenni, mert fontos megérteni azt, hogy a mai társadalom, mára a társadalom, inkább úgy fogalmaznék, talán 180 fokos fordulatot vett ahhoz képest, ahol lennünk kellene. És a feminizmus, a női egyenjogúság, az erős nő, meg ezek a dolgok, ez mind-mind
az a rák fene, ami tulajdonképpen ezt okozta a világon. Nem az egyetlen, hiszen számtalan másik van, de ez az egyik. És én nem hibáztatom a nőket, a férfiak, legalábbis mi férfiak ugyanúgy hibásak vagyunk. Én ugyanolyan életet éltem, mint az összes többi ember, úgyhogy ez nem egy ítélet, ez sokkal inkább egy figyelemfelhívás, hogy mindenki úgy kezelje ezeket a dolgokat, ahogyan én azt szánom, mint egy információ, amit fel kell dolgozni mindenkinek. Először fájdalmas, mint ahogy nekem is az volt, meg mindenki másnak, mikor az ember ráébred arra, hogy meg van tévesztve, hogy rossz úton jár, hogy bűnben él, hogy lázad, de ezt később az ember, mikor elfogadja, utána megváltozik az élete. És sokkal közelebb fog tudni kerülni mindenki az atyához, hogyha alázattal és engedelmesen követi azt a rendszert, amit ő felállított. És nem pedig megyünk a saját fejünk után, vagy a világ után, és próbálunk mindenkit meggyőzni arról, hogy mi szeretjük annak ellenére, hogy megteszünk mindent az ő instrukcióinak a be nem tartásá érdekében. És a muszlim dolog, ahogy mondtam, pontosan ezért lett kitalálva. Hogy adjon mindenkinek egyfajta reakciót, mint ahogy a Pavlov kutyája. Mikor meglátja ezt valaki, egy átlag nő, akkor az jut eszébe, hogy ez az elnyomás jele, és így elfordítja attól, ami tulajdonképpen az egésznek az üzenete lett volna. Az egésznek egy nagyszerű üzenete van, és az az, amit ebben az öt videóban megláthatatok az írás alapján. Hogy ez az embert, illetve a nőt arra sarkalja, hogy visszafogottan öltözzön, hogy igenis alázatosan és engedelmesen járjon, és így fogja tudni betölteni a funkcióját, amit az atya neki szánt. Tetszik vagy sem, nem lesz másik út. Akkor sem, hogyha feje tetejére áll az egész világ, az a rend, amit az atya megalkotott, érvényesülni fog a végén. Teljesen mindegy, hogy ki, hogy lázad, mi ellen. Az a rend fog érvényesülni, amit ő megalkotott. És az fog abban részt venni, aki most próbál ahhoz idomulni. A Wikipédia arról ír, hogy a korai kereszténység, illetve a korai gyülekezetek idejében a nőknél, a nők között a fej befedése gyakorlatilag egységesen megfigyelhető volt és kivétel nélküli. Erről ír, ahogy olvashattunk, Tertullianus, Saul vagy Pál apostol, szintén erről írt, alexandriai Klement is erről írt, és római Hippolytus szintén ezt erősítette meg. Ez ugye, amit eddig olvastunk, ez a első-második században érvényes, ha megnézzük a harmadik-negyedik századot, ez ugye John Chrysostom még mindig erről beszél, hogy a fej befedése a nőknél az kívánatos lenne. Szent Jeromos szintén erről írt, 347-től 420-ig élt, szintén erről írt, sőt azt írta, hogy ez egy egyértelmű lázadás az apostol parancsa ellen, és Augustin szintén erről írt, hogy a nőknek be kell fedniük a fejüket. Megállapíthatjuk azt, hogy a fej befedése az egy átfogó gyakorlat volt, ami mindenkire kiterjedt tulajdonképpen azok körében, akik az utat járták a korai időszakokban, legalábbis a 4. századig. Akkor kezdett ez az egész beindulni, hogy eltávolodtak a tradícióktól és a világ útjával keveredett. Természetesen az útról mindazok, akik már akkor sem követték a Tórát, letértek, de a morál az még azért egy más szinten volt. Egy érdekesség a protestánsoknak, vagy reformátusoknak, Martin Luther, ugye a luteránus egyház alapítója, John Knox, Calvin, John Wesley, a metodista alapító, ezen kívül John Gill, Charles Spurgeon, Matthew Henry, Fawcett, Robertson, Harry A. Ironside és Charles Caldwell Rye mind azt tanácsolták, hogy a nőknek be kell fedniük a fejüket nyilvánosan is, és a templomban is. A helyzet az, hogy ez a gyakorlat még mindig így van a keleti katolikusoknál, a keleti ortodox, és a helyzet az, hogy ez nem változott ez a gyakorlat a keleti katolikusoknál, ortodoxoknál és a távol-keleti ortodox egyházakban a nők még mindig egy elvárás a nőkkel szemben, hogy befedjék a fejüket, míg a templomban vagy a gyülekezetben vannak. Mellesleg a gyakorlat, a koptik gyakorlat az volt, vagy a kopt gyakorlat az volt, hogy tulajdonképpen, mint ma a muszlim, fekete a házas nőnek, és a többieknek pedig fehér
csak a szeme látszott ki, amennyiben férfiak társaságában voltak. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag az derül ki, hogy csak Európában, illetve Észak-Amerikában változott ez. Ez az, ahol tulajdonképpen ez az erkölcstelenség elindult, amit ma láthatunk. A többi földrészeken azért még ennyire nem fajzottak el az emberek, hiszen más problémákkal küzdenek. Azonban, amit mi a fejlett világnak hívunk, az egy teljes elfajzás attól, amit az atya előírt számunkra. Nem csak a fejviseletben, hanem úgy általánosságában véve is. Egy újabb probléma szerintem, ami a társadalomban létezik, illetve hát ebből kifolyólag, amit már az előbb megbeszéltünk, hogy nagyon nehéz elfogadni a nőnek azt a rendet, amit megalkotott az atya. A fej befedése ennek az elfogadását jelenti. De teljesen mindegy, hogy a társadalom mit gondol ma erről. Az egyetlen dolog, ami számít, az, hogy az atya megalkotta a rendet, a nő azzal, hogy befedi a fejét, elfogadja ezt a rendet, hogy az atya, a fiú, a férfi és a nő. A probléma az, hogy a társadalom meggyőzte a nőket arról, hogy ez helytelen ez a rend. Teljesen mindegy számunkra, hogy mi az, amit a társadalom mond, mi az, ami politikailag korrekt. Az egyetlen dolog, ami mindenkinek számítani kellene, az az, hogy mi az, amit az írás előír számunkra. Ha az azt írja elő, hogy a férfi az, aki vezet, a nő az, aki követ, és a nőnek alá kell rendelni meg magát, ahogyan azt megnéztük korábban, a férfi vezetésének, akkor a nőnek ez a feladata. Mindegy, hogy mi az, amit a társadalom mond vagy gondol, az egyetlen dolog, ami számít, az az, mi az, amit az atya szeretne. Ha valaki az ő kedvében akar járni, akkor az be fogja tartani azokat az utasításokat, amelyeket ő adott nekünk. Nem azt, amit a társadalom sugal, vagy ami a szokás, hanem azt, ami ott le van írva. Még egyszer meg szeretném mutatni 1 Korintusi 11-et, mert ez volt a kiindulási pontunk. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyíretett volna. Tehát ha az asszony nem fedi be a fejét, nyíretkezik is meg, vagy ha pedig égtelen dolog az asszonynak megnyiratkozni, megberetváltatni a fejét, fedezze be az ő fejét. Nem arról van szó, hogy ez a divat, vagy ez ezt jelenti, vagy azt jelenti. Arról van szó, hogy ez egy csúfság a nőnek, hogyha nem fedi be a fejét, hiszen nem tiszteli azt a rendet, amit az atya felállított. Ha pedig valakinek tetszik versengni, nekünk olyan szokásunk nincsen. Azaz, mi arra vagyunk hivatottak, hogy másak legyünk, mint a világ. Sem Elohim gyülekezeteinek, sem ott, sem sehol máshol nincs olyan szokás, hogy a nőnek nincs befedve a feje, amikor imádkozik vagy profétál, legalább minimálisan. Az, aki férnél van, annak amúgy is be kellene fedni a fejét, ahogy láthattuk, Rebeka ezt példázta. Ettől még valaki nézhet ki nagyszerűen, sőt, én szerintem, én biztos vagyok abban, hogy azok, akik az utat járják úgy, mint az a nő, aki hajlandó befedni a fejét, azok a férfiak sokkal jobban fogják értékelni a visszafogottabb nőt, aki nem úgy néz ki, mint egy prostituált, vagy úgy, mint a világon minden más, hanem van valamiféle büszkesége, emellett alázatosan és engedelmesen hajlandó járni az utat, melyet az atya kijelölt számára. Úgyhogy ez az, amit mindenkinek szem előtt kellene tartani. Mint mindig, sokkal fontosabb lenne azt nézni, hogy mi az, amit nyerünk, mint hogy pusztán úgy nézni ezt az egészet, mint egy újabb dolog, amit be kell tartanunk. Megvolt az atyának az elgondolása, hogy miért akarta ezt így. Megnéztük, hogy mi az, amit erről találtunk az írásban, úgyhogy mindenki el tudja dönteni magának. Az a lényeg, hogy vedd közzel le mindenki a büszkeségét, próbálja elfelejteni azt, amit a világ tanít, és megérteni, hogy hogyan kerülhet így közelebb az atyához. Ha valaki erre nincs készen, vagy nem ért egyet vele, akkor az úgy csinálja, ahogy szeretné. Mint mindig, ezek a videók azoknak szólnak, akiket érdekel, hogy mi az, amit az írás mond bizonyos dolgokról. Még egy dolog, mielőtt befejezzük. A nő befedezheti a fejét, és még mindig nézhet ki úgy, mint a világ, vagy mint egy prostituált. Úgyhogy a fej befedése csak egy dolog, a test elfedése ugyanolyan kívánalom és elvárás, és ez szerintem teljesen egyértelmű kellene, hogy legyen egy nő számára. Miért is járna egy nő így az utcán,
teljesen érthetetlen. Az, ha valaki azt mondja, hogy ő így érzi jól magát, akkor öltözön fel így otthon, mikor azzal van, aki az ő férje. Ha pedig nincs ilyen, akkor öltözön fel otthon magának, de az, aki az utcára megy így ki, az nem tud meggyőzni arról, hogy ő csak magának akarja, mert ő ez neki így jó. Nem nézhetünk ki úgy, mint a világ, és mondhatjuk azt, hogy az ő útját járjuk. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!